A Nyugdíjasok Akadémiájának ötlete Óbudáról származik. A főiskolán dolgozó dr. Jászberényi József indította el a sorozatot, ami hamar sikeres lett ott. Ezt a tapasztalatot felhasználva indítják el a Szentendrei Akadémiát is. Nagyon-nagyon sok évvel ezelőtt Finnországban egy kisvárosban, Jüvesz körében jártam, és ott teljesen véletlen az egyetemen sétálgatva benyitottam egy ajtón, és ezen az ajtón benyitva láttam, hogy 200-300 nyugdíjas ül, és hallgatnak egy matematikai előadást, és ez valahogy a fejemben maradt, és amikor a Szentendréhez legközelebb eső felsőoktatási intézményben, a Zsigmond Király Főiskolán Békésmegyeren elkezdtem az ottani egyik intézetet, a kommunikációs intézetet vezetni, akkor a kollégáimmal azt gondoltuk, hogy érdemes volna a nyugdíjas képzéssel is foglalkozni, és 2011. szeptemberétől elindítottunk egy nagyon sikeres ottani nyugdíjas akadémiát, aminek bizonyos értelemben a kis testvére most ez a Szentendrei Akadémia. Az előadásokon a főiskola és a főiskola tágabb környezetéhez, kutatási környezetéhez tartozó professzorok tartottak előadásokat, nagyon-nagyon széles kínálattal, csak néhány példát mondanék gyorsan, dietetika előadás, azaz hogyan étkezzünk időskorban, mit tegyünk, aztán volt az idősödéssel kapcsolatban demográfia jellegű előadás, volt olyan előadás, amely az idősek munkaerőpiaci lehetőségeiről szólt, és itt ragadnám meg azt a gondolatot, ami nagyon fontos a mi képzésünk kapcsán, hogy mi nem pusztán művészettörténeti, művelődéstörténeti jellegű előadásokat tartunk, ami nagyon gyakran előfordul a nyugdíjasok képzésében, hanem megpróbáljuk egy picit a munkaerőpiaci kompetenciákat is erősíteni, azzal a nem titkolt szándékkal, hogyha esetleg valakinek még van kedve, akkor adott esetben egy-két új ötletet talál és visszatalál a munkaerőpiacra. Az előadás sorozat előtt dr. Dicz Ferenc polgármester köszöntötte az egybegyűlteket. Szentendre a városunk szerencsés abból a szempontból, és nagyon jó helyzetben van, hogy nagyon sok tevékeny és aktív nyugdíjasunk van. Rengeteg nyugdíjas klubunk van, amelyek egész város részenként vannak elhelyezkedve, hiszen megvan külön az Iszpégi, megvan külön a Konolja-telepi, megvan a Püspökmari, megvan a lakótelepi, és emellett viszont vannak olyan nyugdíjas klubjaink is, ami az egész város látfogja, mint a Gyökerek és számos más egyéb szervezet is. Mindenhol aktívan ott van a közöttünk, akinek kíváncsiak vagyunk a tapasztalataira, a következő generációnak, az ötleteire, a javaslataira, hiszen úgy gondolom, hogy mi ebben nagyon sokat tanulhatunk, nagyon sok mindent érdemes átvennünk. Ezúttal is köszönöm mindenkinek, aki vállalta azt, hogy segíti az önkormányzat munkáját, a különböző munkacsoportokban történő részvétellel, aktív segítséggel, hiszen számtalan levelet, e-mailt kaptunk különböző ötletekkel, javaslatokkal. Nagyon jó dolog az is, hogy úgy érzem, hogy nem fogyott el még szentére a tetterő, a lelkesedés, a nyitottság az új dolgok iránt. Pont ezt a civil erőt szeretnék az évben is, amikor a 2012-t összefogási évének nevezünk, szeretnék minél jobban mozgósítani, minél jobban használni a városnak a javára. Fölállt egy civil kerekasztal, ezen belül fölállt egy idősügyi tanács, amiben a fontosabb nyugdíjas klubokból vannak tevékeny és aktív tagok, és az ő észrevételezésükkel sikerült kialakítani a Nyugdíjas Akadémiának a programját is. Az előadások ingyenesek lesznek minden érdeklődő számára. A tematikát maguk az érintettek is befolyásolhatják, ezt szolgálta a helyszínen kitöltött kérdőív. A legközelebbi előadás június 6-án lesz 15 órától. Ekkor az időskori táplálkozásról lesz szó Veresné Bálint Márta előadásában.